Kivágták Szekszárd karácsonyfáját. A körülbelül 20 éves, 10 méter magas és 1 tonna súlyú fenyőt a hagyományokhoz híven egy szekszárdi magánszemély ajánlotta fel a város számára. A Csengei Dénes utcában a szakemberek daru és fűrész segítségével emelték ki a fát. Ezt követően a fát elszállították a Béla király térre. A művelet szervezése és végrehajtása nem volt egyszerű, mondta Spanyol Adrián, az Aliska Terra Nonprofit Kft. Osztályvezetője. A kivágást azt a csapatom, tehát a zöld felületkarbantartási csapat vágja ki, és a daruzást és a szállítást azt pedig egy magán vállalkozók végzik, és ezt ingyen és bérmentve ajánlják fel. És a rendőrség segítségével ugye felvezetik, és ide hozzák, ide szállítják. És utána mi pedig a fát megfaragjuk, felállítjuk, és ki van pányvázva. Tehát ki van rögzítve, hogy ez biztonságos legyen. A fára ezt követően díszítés vár. Az érdeklődők a Béla király téren január 6-ig tekinthetik meg a fenyőt.